Sziasztok, ez itt a Szertár, én Zsíros László Róbert vagyok. Olaszországban, Perugiában sétálva bukkantam rá a mögöttem látható dologra, ami tulajdonképpen nem más, mint egy Möbius szalag. Hogy megnézzük, hogy mi is ez valójában, modellezzük le. Egy papírcsíkból kétféleképpen lehet gyűrűt csinálni. Az egyik, a hagyományos változat, az ez. Ebben az esetben könnyen el lehet határolni egymástól a külső és a belső oldalát a gyűrűnek, illetve azt is meg lehet figyelni, hogy ennek a gyűrűnek két éle van. Az egyik itt, a másik pedig itt. Ezzel szemben a Möbius gyűrű egy kicsit másképp működik. Hogyha csavartok egyet a papíron, mielőtt összeillesztitek a két végét, akkor egy Möbius gyűrűt kaptok. A Möbius szalagnak az az érdekessége, hogy csak egyetlen egy felszíne és egyetlen egy éle van. Ez az él persze kétszer olyan hosszú, mint a hagyományos gyűrűjé. Ha tehát a Möbius szalagnak egyetlen egy felszíne van, akkor az is nehézségbe ütközik, hogy eldöntsem, hogy én most a belső vagy a külső oldalán állok-e éppen. Na jó, azt hiszem a belső. Persze ez külső is egyben. És mivel egyetlen felszíne van, ezért, hogyha elindulok az egyik pontról az ujjammal, akkor úgy végig tudok menni az egészen, hogy ugyanarra a pontra érkezem vissza. Ez persze nem egy igazi kísérlet volt, inkább csak egy matematikai érdekesség. Csináljátok meg otthon, jövő héten találkozunk. Ciao.